Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem mindennapi vendégünk van, dr. Radnainé Fogarasi Katalin, doktor így is, és doktor saját jogán is, a Nemzeti Örökség Intézet elnökasszonya. Elnökasszony, üdvözlöm itt! Szép jó napot kívánok! Nagy nap előtt állunk. Mi a Nemzeti Örökség Intézetében ez a különleges nagy nap, ami most következik? Május 14-én szombaton rendezzük meg első ízben az Emlékhelyek napját. Tulajdonképpen ez egy kísérleti, hiszen az első szervezés az mindig egy kísérleti történet. Azzal a céllal szervezzük az Emlékhelyek napját, hogy minél többen megismerjék az emlékeinket. Magyarországon 60 emlékhelyet tartunk nyilván, 14 nemzetét, a többi pedig történelmi emlékhely. És szerencsénk van ebben az évben, hiszen egy háromnapos hosszú hétvégére esik, május 14-e szombat, tehát abban bízunk és abban reménykedünk, hogy mindenki legalább a szűkebb környezetében felkerekedik, és családjával együtt az adott településhez közel álló emlékhelyet meglátogatja. Éppen ezért az emlékhelyek programjai is családbarát programok úgy lettek összeállítva. Már csak az időjárás felé imádkozunk, hogy legyen szerencsénk és üssön a nap. Elnök asszony, a Nemzeti Örökség Intézet életében hatalmas változás történt. Profilt váltottak, vagy csak profilt bővítettek? Inkább csak profilt bővítettünk. A kérdése gondolom, hogy arra vonatkozik, hogy vagyonkezelésbe került intézetünkhöz a Fiumei úti temető és a szomszédságában lévő Salgótarjáni utcai zsidó temető. Két temetőről röviden annyit kell tudni, hogy a Fiumei úti temető az ország egyetlen olyan temetője, ami teljes egészében nemzeti emlékhely. Egyébként végig mindig állami tulajdonban volt. A szomszédjában lévő Salgótarjáni utcai zsidó temető pedig egy zárt temető. Én már többször nyilatkoztam, meg megjelentettünk egy albumot, remélem, hogy minél többen ismerik is ezt az albumot. Tehát egy olyan közkincs van a belváros szívében, Budapest szívében a rendelkezésünkre, amit tényleg helyre kell hozni, rendbe kell hozni. Én nekem az a feladatom és az a küldetésem, hogy ebből a temetőből egy igazi kincset varázsoljunk, amit megérdemel, természetesen a Fiumei úti temetővel együtt. Tehát ez alatt azt kell, hogy értsem, hogy a jelenleg Salgótarjáni úti zsidó temető életveszélyes állapotban van, akkor ideglenesen a látogatásokat ott fel kell függeszteni addig, amíg az életmentést, illetve az állagmentést legalább sikerül megoldani? Hát az az igazság, hogy utoljára tegnap jártuk be védelmi szempontból a temetőt, és ezt a temetőt sajnos meg kell hoznom ezt az intézkedést. Ez, ilyen intézkedések nem népszerűek, én ezt pontosan tudom. Ezt az intézkedést meghoztuk másfél éve a Fiumei úti temetőben is, a Kossuth mauzóleum kapcsán, itt látom a háttérben a képeket, utána gyönyörű szépen rendbe tudtuk hozatni. Egyébként ez egy figyelemfelhívás is, hogyha valamit az ember kénytelen bezáratni. Muszáj megtenni, nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e, az elmúlt hétvégén majdnem halálos baleset történt egy budapesti temetőben, egy kisgyerek esetben, egy nyitott kriptába. Álljuk meg egy pillanatra. Ön sokat járt temetőkben, nem mondom azt, hogy egy temető szakértő. Én ugyan sokat nem értek a temetőkhöz, meg főleg nem. Mi az, hogy nyitott kripta? Az azt jelenti, hogy... Kirabolták, vagy elfelejtették becsukni? Igen, hát bármi történhet, azért sajnos ilyen bármelyik temetőben előfordulhat. De a 21. században? A 21. században is, de a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben szinte minden síremlék fedlap nélküli. Ez egy nagyon döbbenetes mondat a részemről, de ez így van. Tehát a fedlapokat vissza kell állítani, tehát magyarul, hogy ne lehessen beesni. Ez az egyik része a mentésnek, most az életveszély elhárításának, a másik pedig a fák. Tehát bármikor ott bármilyen fa bárkire, vagy bármilyen síremlékre ráeshet. Ezt a felelősséget a Nemzeti Örökség Intézete nyilvánvalóan nem fogja felvállalni. De bezáratást követően mindent el fogunk követni azért, hogy az életveszély el legyen hárítva, hogy ki legyenek kordonozva, hogy hol lehet menni az belátogatóknak és hol nem. Úgyhogy ezeket az lépéseket meg kell tenni. Az évfordulók idejét éljük. Ez idén emlékezünk 1956 évfordulójára. Önnek van egy különleges projektje, erről ha beszélne.
Hát ez egy szívemhez természetesen közel álló projekt. Ez természetesen nem a Fiumei úti temető. Ez nem a Fiumei úti temető, de egy budapesti másik temetőről beszélünk. Egyébként a legnagyobb köztemető. Vannak, akik azt állítják, hogy ezt a köztemetőt is szeretnék a nőri kezelésébe adni. Meg tudja erősíteni ezt a hírt? Nem tudom megerősíteni. Azt gondolom, hogy egyébként nem is lenne illő. Egyébként sem lenne ez helyén való, hiszen a Rákoskeresztüli új köztemető az a főváros tulajdonában van, ellentétben a Fiumei úti temetővel, amit említettem, az egy állami temető volt. Tehát a tulajdoni helyzet is a új köztemetőben egy teljesen tiszta, a budapesti temetkezési ZRT vagyonkezelésében van ez a temető. Nagyon sok temetés történik, tehát egy nyitott, aktív, működő köztemetőről beszélünk, Budapest legnagyobb köztemetőjéről. Nem célja a Nemzeti Örökség Intézetének, és ebben a temetőben találjuk meg a magyar nép egyik történelmi eseményének legnagyobb parcelláját, akkor erről kérdezem, a 301-es parcelláról, illetve ami körülötte van. Igen, ez egy teljesen külön téma ezen a temetőn belül. Hát sajnálatos módon az adottság, a temető fekvése adja ezt a történetet, hiszen a szomszédságában van a kisfokház. Tudod, hogy 56-nak a szörnyűségei a kisfokházban végződtek. És itt kéne, hogy nézőimnek elmondjam, hogy a Nemzeti Örökség Intézetének a jóvoltából hamarosan vetítésre kerül itt a Heti TV-ben nálunk is a kisfokházról készült dokumentumfilm. Igen, tessék folytatni. Nagyon örülök, ha itt is vetítésre kerül. Az a célom, hogy minél többen megismerjék azt a dokumentumfilmet, aminek alapján meg lehet ismerni egyébként 56-nak a szörnyűségét személyes vonatkozásban. Elnök azt mondja, még mindig nem mondja, hogy mi történik a 301-es parcellában az évforduló alkalmából. Tehát egy kicsit pontosítanám. A Rákoskeresztül új köztemető hátsó részébe, ahol elkaparták a 56 hőseit, ott együttesen 4 parcelláról beszélünk, ez a 4 parcella együttesen nemzeti emlékhely, tehát ennek a 4 parcellának a rendelkezési joga az intézetüknél van, de összesen ennyi, tehát a temetőnek a többi része az köztemető. Ebben a 4 parcellába mi gondozzuk a parcellákat, az állagukat, mi óvjuk meg, és hogy akkor most már kérdésére is válaszoljak, ebben a parcellában valósul meg, reményem szerint november 4-én nemzeti gyásznapunkon egy látogatóközpont, ennek a látogatóközpontnak a felavatása, és ennek a látogatóközpontnak az a hivatása, hogy az odalátogatók, és nyilván nem az idősekről beszélek, akik oda mennek a családtagjaikhoz, hanem a fiatalokról, akik egy osztálykirándulás, egy kihelyezett történelem óra keretében mennek oda, megismerjék ezeknek a parcelláknak a történetét, és természetesen megismerjék a kisfokház történetét is. Tehát ez a látogatóközpont fontos elmondani, nem múzeum, nem múzeumot akarunk ott csinálni, hanem az a célja és az a feladata, hogy az ottani parcellákban elhunytaknak, az ottan parcellákban eltemetetteknek az életét ismerjék meg az odalátogatók, a parcella történetét ismerjék meg, és az igazságot ismerjék meg. És ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt 15 évben, mióta én ezen a területen dolgozom, számos alkalommal szembesültem azzal, hogy tévinformációk jelentek meg különböző média felületeken ezekben a parcellákban eltemetettekről, és szeretném ezt egyszer és mindenkorra rendbe tenni. Lenne még sok-sok kérdésem, de az időnk az véges, akkor ugorjunk vissza a Fiumei úti temetőre. Ott egy nem mindennapi múzeum található, ami azért egy kicsit fiatalítani kell ahhoz, hogy nemzetközi szintet megüsse. Mit tud erről mondani? Hát a Kegyeleti Múzeumról beszélünk, az Ország Egyetlen Kegyeleti Múzeumáról beszélünk egyébként, ami a múzeumok sorában van, kevesen tudják. Tehát bőven van feladatunk ezzel a múzeummal kapcsolatban, teljesen igaz a felvetése, fiatalítani kell, felvetem olyan munkatársakat, akik más szemmel tekintenek a Kegyeleti Múzeumra, és reményeim szerint egy fél éven belül egy más tematikával fogják az odalátogatók megismerni. Egyébként az első lépés az az volt, hogy például a múzeum nyitvatartás rendjébe tettük be a Kegyeleti Múzeumot, tehát például vasárnap nyitva lesz ezentúl a látogatók előtt. Nyugtassa meg nézőinket, hogy a Fiumei úti sírkert, mint nemzeti emlékhely, mint nemzeti sírkert továbbra is rendelkezésre áll mindazoknak, akik
azok iránt szeretnék lerónni kegyeletüket, akik ismeretlen helyen vesztették életüket. Tehát az emlékezés kavicsát, virágát továbbra is, mint azt ön sokszor elmondta, a Fiumei úton el lehet helyezni. Erre, ha jól emlékszem, van is egy külön rész a temetőben. A piramisokat ábráz. Én értem a kérdést, csak szóval a kérdésére a válaszom, hogy teljesen egyértelmű. Ez a temető ugyanúgy nyitott, ugyanúgy várjuk a látogatókat, akár az olyan látogatókat, akik csak meg akarják ismerni, és természetesen az olyan látogatókat is, akik a kegyeletüket akarják lerólni, és azt akarják gyakorolni. Meg tudja erősíteni azt a hírt, hogy ez a temető most már még sokkal jobban lesz védve, mint korábban volt? Ez a szándékom. És hogy azokat a sírokat, akiknek a hozzátartozóknak a sírjai ott vannak, a jövőben is, és akár még jobban rendbe fogják tartani. Ez a kormányzati szándék is, és ez a nőri szándéka is. Akkor búcsúzóul nézzük a szolgálati közleményeket. Hozott magával egy nagyon, és meg is mutatom a kamerának, egy nagyon érdekes brosúrát, az emlékhelyek napját, amiről már beszéltünk. Erről, ha még mondana pár szót, hogy mi is történik a Kossuth téren 14-én. Hát a központi nyitó ünnepség Budapesten, a Kossuth téren, az ország egyetlen kiemelt nemzeti emlékhelyén fog történni. Szerény személyen fogja megnyitni az emlékhelyek napját, és egy nagyon látványos műsorral készülünk, hiszen azért a Kossuth tér az a valami turizmus. Valami előzetes ebből? Jöjjenek el, de a Nemzeti Táncszínháznak lesz egy nagyon... Lovak lesznek? Lovak nem lesznek egyébként, mert a Kossuth tér tisztántartása és a nemzeti emlékhely jellege miatt gondolkoztunk rajta, és utána az Országház igazgatóságával egyeztetve a lovakat elvetettük, de tényleg látványos lesz. Elsősorban azt gondolom, hogy az oda látogató, oda sétáló külföldi turistáknak lesz ez tényleg egy attrakció. És ezzel egy időben kezdődik el az ország számos emlékhelyén a nyitórendezvény, és az egész napos össznépi kavalkád lesz mindenhol az országban. Ismét csak azt mondom, hogy az időjárás az egy nagyon-nagyon olyan szempont, ami most a kollégáimnak az idegrendszerét egy kicsit tönkreteszi. Kedves nézőim, az elmúlt percekben a 7 óra vendége volt dr. Fogarasi Katalin Radnainé, aki a Nemzeti Örökségi Intézet elnöke. Beszéltünk a Fiumei úti nemzeti sírkertről, a Salgótarján úti zsidótemetőről, és nem utolsó sorban újból ismételem, az emlékhelyek napja van 14-én. Kérem önöket, látogassanak ki, ha máshova nem, akkor a Kossuth térre, de nagyon sok helyen az országnak, közel 60 helyen, akár ingyenesen vagy féláron meg lehet az emlékhelyeket látogatni. Köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Önök a heti szakaszt Gajer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Toltai úr, ha azt mondom Lübeck, mi jut az ön eszébe? Nem mondom az e-mail címemet.